A videó a Grund és a tebulit.com a parti specialista támogatásával készült. Ami a semleges térfél adásából kimaradt. Drága jókozó barátom, légy szíves hajtincsét erejét add, hogy épésszel felfogja, mi is történik kis hazánkban labdarúgás címén. Tudom, béke és szeretet, ez mindent megold, de itt tartok tőle, ez már kevés. Mert mit láthattunk a hétvégén? Tudod mit? Segítek az új lemezethez három szám, az A, három a B oldalon. Tudom, ez ma már fura, ma már CD-ket is kukáznak, de az igazi audiofil már bakelitet hallgat. Oké, ez foci, de hogy értsd, a világ élvonala a mindent vívő bakelit. A mi focink pedig gyatra MP3, az is sokszor átírva, szintelen, hangtalan valami. Most kezdjük azonnal egy vidéki sanzonnal. Ne ijedj meg, nem a summa cum laude nem fog beperelni, mert ez valami olyan fenomenális muzsika, hogy csak a tisztelet jut eszünkbe, de nem ám a bíróság. Nézzük tehát az új Álmokfutók album kínálatát. Felcsút mezőkövest 1-0, a vidéki sanzon. Csak semmi lekicsinylő felhang, barátaim. A vidéki ebben az esetben azt a szintet jelenti, mint a gasztroangyal, az urbánus ember kiszakadása a smogszennyezett városi street food világából. Itt kérem, ízek, illatok, a játék sava, borsa benne volt a játékban. Nem véletlen, hogy Pintér Attila szerint Katalónia gyöngyszemének szintjére emelkedett a csapata. A Barcelona is türelmesen játszik, keresi a réseket, most kicsiben mi is ezt tettük. Tudtuk, hogy az első gólig nehéz lesz. A gólunk után volt 4-5 lehetőségünk, amit sajnos nem használtunk ki, remélem a jövő héten ez összejön majd. Na ugye, van már nekünk olyan edzőnk, most éppen a Paksot erősíti, aki képes Barca szintű edzésekre, most pedig csapatunk is van, amely képes ezt a pályára vinni. Nálam megvan a recept. Edzőt és csapatot össze kell hozni, és miénk a világ, reszkessetek foci birodalmak, jövünk! Ja, a meccs? Egy gól volt, az is félig véletlen, ahogy a kimerett helyzetekhez sem volt köze tudatosságnak. Lássuk be, a bunker foci, hivatalos nevén cél, futball, nem vezet sehova. Sem élvezni nem lehet, se nem lehet elérni vele nemzetközi szintet is jegyezhető eredményt. De tapsoljuk meg az idézettet, hiszen nyert a csapata. Ha a játékosai 100%-on pörögnek majd, mint a bírók, akkor meg lehet a sok gólos győzelem. Hihetünk benne. Hajrá! Vasas Videóton 3-1. Azok a boldog szép napok. Na jó, tudom, ezt is megcsinálta már valaki, de itt sem kell izgulni. Itt is volt olyan produkció, hogy azelőtt csak tisztelegni lehet. Mert mi is történt? A hivatalos média szerint volt egy szuper gól. Tényleg szép volt, Pátkai Máté ritkán látható szép gólt szerzett. Meg volt mellette három amolyan izé, nem is tudom, olyan gólocska. Ebből kettőt az a Burmeister szerzett, aki magyarországi pályafutása során sokkal inkább a saját kapujára volt veszélyes, ezért lehet, hogy nem is érnek a találatai. Ha csak a hivatalos orgánumokat nézném, bizony még akár így is lehetne. De van ezzel egy baj. A focit még mindig gólokra játsszák, ebben pedig a Vasas jobb volt. Így megérdemelten zsebelte be a három pontot. Nehéz ám elviselni az ilyet, szinte feldolgozhatatlan lehet a Videóton focistái számára, hogy ezúttal nem a szépséget díjazták, pedig nekik úgy lett volna jó. Így szinte érthetetlen, miért is nem változtatott erre az egy eseményre törvényt mondjuk az MLS. Sajnos ezt már láttuk valahol. Az a csapat, amelyik hozzászokik a külső támogatáshoz, annak hiányában bizony elveszti minden mértéktartását, és játékosai fegyelmezetlenségük okán bizony kiállítás sorsára kerülnek. Így történt, hogy Négo és Lázovics is idő előtt mehetett tusolni. Mondjuk utóbbi már pár korábbi produkciója miatt is kiérdemelhette volna a pihenőt, de ami késik, nem múlik. A Vasas meg köszöni szépen újra elkezdett visszakapaszkodni, alig ha nem tavalyi meglepetésnek ható eredményét szeretné megismételni. Hát bizony van olyan, hogy a munka gyümölcse beérik még Magyarországon is. Ja, Nikolic szerint, na nem a játékos, akit ingyen sikerült kilőni a világ hírnév felé, hanem az éppen a regnáló edző szerint jókor jött a vereség, így tehát mindenki jól járt. Balmazújváros Debrecen 0-1. Debrecenbe kéne menni. Tudom, hogy egy ilyen álnépies álműdal nem éppen az Álmokfutók stílusa, de a gyíkembert látó is tudott váltani, nem?
A van egy szőke asszonyt hogy oda tette már, nem? Na, csak semmi finnyáskodás, menni fog ez. Az, hogy mennyire fontos ez a meccs, az is mutatta, hogy a tévé is közvetítette, ráadásul ezzel segítette is a hosszú utazástól esetleg elriadó szulkolókat. Tudjuk, hogy a két város nem épp szomszéd, vagy mégis? Na, nem baj, az a lényeg, hogy a stadion nem képes befogadni annyi nézőt, mint aki elment volna erre a mérkőzésre. Nézzük, a Balmazújváros sportér 5-7 alatti létesítmény befogadó képessége mindössze 2291 fő. A nézőcsúcs is csak 3500 volt egy Balmazújváros-Lenin TSS-e vasas mérkőzésen. Szóval tényleg Debrecenbe kéne menni, miután a keleti riválisnak vannak szurkolói. Most is csontra 2291 néző foglalt helyet a lelátókon, amiből még akár az a következtetés is levonható, hogy többen is kilátogattak volna. Erre lett volna lehetőség, csak az egyik csapatnak kellett volna utazni körülbelül 40 kilométert. De ha nem, hát nem. Ja, a játék! A Debrecen adott egy kis előnyt a földieknek, nem gyalázta porba őket, de azért ezt nem tehette meg, hogy ott hagyja a 3 pontot. Ezért kötelező győzelem volt, hozták is minimális különbséggel, de a 3 pont megvan, és ez a lényeg. A balmaziaknak meg már körülbelül úgy is mindegy. Az idei év gyírmódja lehetnek ők. Maradtak az utolsó helyen, a gyengén kezdő Loki, pedig már a 4. jó sorozatának, meg Holman hiányának köszönhetően. Diósgyőr Paks 2-4. A diótörő. Értem én, Kozsókám, de Csajkovszkit feldolgozni még neked is kitüntetés. Tudom, hogy a nyomába se jöhet a szomorú szamurájnak, de azért mégis egy ismert ember, nem? A választás oka pedig az, hogy valamilyen ismeretlen oknál fogva a diósgyőriek nem épp a szerencse választottjai. Valamiért nem veszi észre a bíró, hogy kézzel ért a labdába az ellenfél játékosa, amikor éppen gólt szerez. Valahogy lesnek látszik az, ami nem az, ha támadnak. És valamiért ezt nem lehet a médiában szóvá tenni, mert akkor még annyi szerencséjük sem lesz, mint eddig. De az élet igazságos, mert van viszont, akit a szerencse a kebrén hordoz. Lehet, hogy nem élvezhető, amit csinálnak. Lehet, hogy ma már sehol sem eredményes a bunker foci, de a Paksnak még mindig sikerül ezzel az élvonalban maradnia. Az égiek jósága meg a szimpatikus edzőjük érdeme ez. Gondoljunk bele, mi más lenne az oka annak, hogy még a bírók is véletlenszerű tévedésé őket támogatják. Csak is a gondviselés, na meg az alázatos, mondhatni szelíd szeretet, ami csak úgy árad a technikai zónájukból. Mert ugye mi van a másik oldalon? Nem elég semmi? Mindig csak több és több kell? Nem lehet megelégedni azzal, amit a sors kimért rájuk? Mindig be kell próbálkozni, mindig csinálni kell valamit, ami aztán csak zavarja a sors kegyeltjeit. Ilyen bizony nem lehet. Mindenki legyen tisztában a helyzetével, nem érheti meglepetés, baleset meg végképp nem, feltéve ha betartja a dolgoz kevesebb kezdetű mondást. Ennyit a szerencséről, ami forgandó. A két csapat meg egymás mögött a középmezőnyben ekerészik, mert ugye a sors ezt rótta ki usúrájuk. Haladás Újpest 1-0. A szomorú szamuráj. Hát ez egy feldolgozás lenne, ideje lenne újra hangszerelni a nagy művet, mert nagyon megfogott az alábbi szöveg. Hol volt, hol nem volt, élt egy szamuráj, igazi mesemondó nagy király, nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi, hiszi a piszi, aki elhiszi. A nagy mesemondó király bölcsés népét jól vezeti. Ígért 70-es éveket és hozott is. Csapata, mint a 70-es évek Trabant szocializmusa, kőkemény, kikezhetetlen, őszinte rock'n'roll. Jó, nem a régi Cvikaói címmel ragyogom ezeken, az már a modern, ahogy kell, de a teljesítmény maradt, mind a 33 lóerő ott tombol a motortérben. Na szóval az Újpest sikeresen leküzdötte magát arra a szintre, mint ahol akkor már rothadó, de még magát tartó kádári rendszer a Pangás éveiben. Azaz, marhaság, nem az Újpest érte ezt a remeknek még csak nyomokban sem nevezhető teljesítményt, hanem korunk mindenható ura, a tulajdonos. Az erkölcsi romlás végül maga alá temett mindent, amit eddig az ősök összekapartak. Jó kis 70-es évek ezek, szó se róla. Na de a meccs. Amíg ezt nem játszották le, méltán gondolta mindenki, hogy Szombathelyen épül az NB2 legnagyobb stadionja. Pedig az már kész van. Nem is ma építették, és bizony ott van a Megyeri úton. A nyugati zöld-fehérek harmadgyengék, de amit az ellenük produkált az Újpest, az egyenesen szánalmas volt. Nem mint a képességek hiánya lenne, csak ugye ez a fránya erkölcs. Na az bekavar mindenbe. Motiváltan játékosok, kiábrándult edző, vérig sértett szurkolók, na és az eredmény?
A vereség ott, ahol mindenki győzött eddig, élvezhetetlen játék azoktól, akik a magyar foci fazonszabászának utódai. Nihil a nézőtéren. Az egyedül jó az volt, hogy ezúttal a streamhez nem járt kommentár, mert így legalább nem kellett megtudni, hogy Király Gabi még mindig a legjobb. De láthattuk, mert a kapus, aki nem kap gólt, bármilyen szedett-vedett védelem is áll előtte, az csak is a legjobb lehet. Hagyjuk, elég is ennyi lapozzunk, mert ez legalább egy jó meccs volt, amit érdemes volt megnézni. Kispest-Ferencváros, titkos üzenet. Most biztos besértődsz, mert a TNT számának feldolgozása bizony olyannak hat elsőre, mint egy arcúcsapás. Tudom, így lehet, de itt a lényeg az, hogy a két csapat azt üzente, hogy mégis van remény, van olyan, hogy jó meccs, még nálunk is. Ott kezdem, hogy Doll olyan jó másfél év után rájött arra, hogy ott van a keretben egy Varga Roland nevű gyerek, aki még akár jó is lehet valamire. Miután a rengeteg elköltött pénz sem volt elég, a sok német, igazán sokat osztályú focista viszont bebizonyította, hogy más kell ide. Szólt az öltöző sarkában kucorgó srácnak, hogy vegye fel a mezét, mert még az is lehet, hogy beáll. Azt nem tudni, hogy mi tartott ilyen sokáig, de volt öröm a hazai szurkolóknál, az biztos. Az egy dolog, hogy nyert a csapatuk, de a harmadik gól az tényleg szenzációs volt. Pontosan tudta az indító játékos, hogy hova érkezik a társ, az meg tudta, hogy középre hogyan kell azt belőni. Ez vagy hiba a Matrixban, vagy tudatos munka eredménye, de tény, hogy látványos volt. Bebizonyosodott, hogy a jó foci az szép foci is. Legalábbis itt nálunk, ebben az országban, ahol mostanság a cél futballt erőltetik, ami se nem látványos, se nem szép, de olyan országokban, ahol nincs hagyománya a labdarúgásnak, ott bizony eredményes. Na nálunk eredmény az nincs, hagyomány viszont van, amihez viszont nem ártana visszanyúlni. Példa ez a meccs, amelyiken a vesztes sem érheti elmarasztalás, mert mindent megtett azért, amit csak lehetett. Ja, hogy akkor most a Fradi rátalált a jó útra? Ha ezt mutatják éveken keresztül, akkor majd elhiszem. Most meg elég az, hogy volt egy jó meccs, ami ritkaság manapság, mint a fehér holló. Várjuk a folytatást, de nem csak ettől a két csapattól, hanem másoktól is. Mert akkor még az is lehet, hogy tényleg növekszik majd a nézőszám. Persze ehhez más is kell majd, de kezdetnek nem rossz. Na ugye, kedves Kozsó, mindig van folytatás, még akár az is lehet, hogy a lemez az sikeres lesz. Ha nem, még mindig lehet majd újra tincseket növeszteni.